A pécsi járási ügyészség autószerelőként dolgozó férfival szemben emelt vádat, aki a javítási célból rábízott gépkocsit engedély nélkül használta. A vádlottnak már korábban is volt egy hasonló ügye. 2019. novemberében ittosan járművezetői engedély és a tulajdonos tudta, illetve engedélye nélkül vezetett egy javítás érdekében rábízott gépkocsit, haladása során pedig egy másik gépkocsival ütközött. Őt ekkor a bíróság ittas járművezetés és jármű önkényes elvétele miatt felfüggesztett szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra ítélte. 2022. márciusában átvett javításra egy gépkocsit a férfi, és megállapodott a gépkocsi használójával, a megbízóval abban, hogy szól majd neki telefonon, hogyha végez a munkálatokkal. 3 nap múlva be is fejezte a javítást, ekkor azonban nem tájékoztatta erről a megbízóját, hanem úgy döntött, hogy elviszi neki a gépkocsit, illetve felajánlotta egy ismerősének, hogy őt is hazaszállítja. Beült tehát a gépkocsiba, azzal közlekedett Pécset, de balesetet okozott. Ebben a balesetben személyi sérülés is történt, és a használó megbízó gépkocsija súlyosan megrongálódott. A pécsi járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság a férfit jármű önkényes elvételének büntette miatt börtönre ítélje, és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Mivel a vádlott a bűncselekményt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, annak végrehajtását is el kell rendelni. Amennyiben a férfi az előkészítő ülésen beismeri tettét, úgy 1 év börtönbüntetésre ítélik az indítvány szerint. Azonban a korábbi cselekménye miatt még több mint 1 év szabadságvesztést is kiszabnak rá, így több mint 2 év büntetésre számíthat.